Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok. Úgy érzem, nem beszélgetünk eleget az Antemről, és az internet amúgy se erről beszélget. Úgyhogy jöjjön egy videó arról, hogy milyen esetben ne rendeld elő az Antemet. Ugye csináltam egy videót előzőleg, ahol beszéltem, lényegében arról beszéltem abban a videóban, hogy... Uh, rengeteg nagy videós le akarja húzni ezt a játékot, és szeretne, hogyha elbukne ez a játék, és amúgy egy jó potenciával rendelkező játékot nem biztos, hogy le kellene húzni, meg kellene adni neki az esélyét. Viszont ugye ezek a nagy videósok uh, amögött vannak, hogy az IE áll az egésznek a hátterébe, ha bár ugye a BioWare-rel is semmi baj, az Antem gameplay mechanizmusával, a core gameplay mechanizmusával semmi baj, de a, a, baj, hogy az IEA mögötte az, az, igenis baj lehet. Úgyhogy most beszélünk néhány faktorról, hogyha gondolkodtál, hogy előrendeld az antemet, akkor miért ne tedd? Első és legfontosabb indokom, és tudom már, hogy mit fogtok rá mondani, az a mikrotranszakciók. Azt fogjátok rá mondani, de hát opcionális, nem kell, hogy megvedd. Én meg azt szeretném erre mondani, hogy ez egy MMO RPG, vagy egy RPG elemekkel ellátott akármilyen játék is fog belőle kisülni, és mint minden ilyen játékban a skinek azok egy lét eleme ennek a játéknak, attól érzed jól magad, hogy egy új skint rakhatsz magadra, ami azt jelzi, hogy valamilyen változást te végrehajtottál, amitől esetleg jobb lettél. Na most, Ugye minden skin ingyenesen elérhető lesz, és a játékban megszerezhetsz minden viszont ugye ami nem mindegy, hogy milyen farmolási mennyiséget fogsz uh, érte megtenni. Mostanra biztosan sokan láttátok már azt a képet, a minden videós kirakott, hogy mennyi ilyen uh, sárba fog kerülni egy skin, illetve mennyi játékbéli pénzbe fog kerülni egy ilyen skin. Nem akarok az alapján ítélkezni, de annyit biztosan tudok, hogy ha a demo alapján megmarad, hogy mennyi pénzt tudunk keresni egy-egy küldetés után, akkor az igen-igen formulási időnek néz ki, és az uh, megölheti a játékot. Természetesen ebben az esetben a BioWare rögtön kijött, hogy az ez nem végleges, ez nem végleges. Viszont egyik esetben sem a BioWare, sem az IE nem jött ki, hogy srácok, ne aggódjatok, nem ilyen lesz a mikrotranszakció részre, és nem, nem fog 20 dollárba kerülni egy skill, mert az egyszerűen túl sok és őrület. Nem azért, van, van oda olyan játék, ahol konkrétan ilyen sokba kerülnek a skillek, és azt a két játékot úgy hívják, hogy Pass of Exile és Black Desert Online. Most ezeknek a játékoknak a trükkje, hogy megvegd ezeket a drága skireket. valószínűleg ők is tudják, hogy drága az skin, amit csinálsz, és elég kiábrádító azt nézi például, hogy a Black Desert online-ba elérted már mondjuk a 57. szintet, és még mindig ugyanabban a ruhában vagy, mert a játék egyszerűen ugye nem ad szkireket. és azért ezek a játékok azt csinálják, hogy a legnépszerűbb skireket időről időre leakciózzák, és akkor már úgy, hogy hát nem 20 dolcsi, akkor befektetek és megveszem nem 20 dolcsi, de 10 dolcsi is. Elég sok pénz egy skinért. Na, szóval ez lenne az egyik IDog, és eltekintve attól a képtől, eltekintve attól, a, ugye, hogy azt jósolgatják sokkal, hogy 20, le, 20, dollár lesz egy skin, eltekintve mindettől a tény, hogy nem beszélnek erről egy kukkot hogy milyen lesz a gazdasága játéknak, ez az a tény, ami visszatarthat egy előrendeléstől. Szóval, nekem van egy olyan érzésem, amúgy, hogy a mikrotranzakciókkal addig fognak várni, be se implementálják az első nap, addig fognak várni, amíg megjelenik a játék, levennek a review-k, mindenki elmondja, hogy milyen nagyszerű a játék, mert, mint mondtam, a kor mechanizmus, me mechanizmusával semmi baj nincs a játéknak. Megvárják ezt, és amikor már az emberek bevásároltak, hogy az autó egy jó játék, akkor be fognak rakni valami féle nagyon-nagyon-nagyon vicces mikrotranszációt, aminek nem feltétlenül örülünk, úgyhogy de rendeld elő ebből a szempontból, várt ki, hogy mi lesz a vége, és akkor dözsd el, hogy elő akarod de rendelni. A következő ok, amiért azt mondom, hogy ne rendel elő még az Anthem-et, És ezt megint csak nem a demo alapján. Vagyis hát persze a demo alapján és a játszottak alapján, de nem maga megint csak a core gameplay alapján mondom. Ez az antem, nem ugyanaz az antem, amit 2017-ben az E3-as trailer alapján láttál. Ez az antem lényegesen le van butitva ahhoz a játékhoz képest, és biztosan láttátok már, de én is meg szeretném mutatni a különbséget, ugye livestreameltem a, a játékot, és euh, szerettem volna megmutatni ezt a részét is, szóval, hogyha... Euh, el tudsz tekinteni attól hogy ez a játék rettentő módon le volt butítva, akkor oké, okay, mert a játék ettől függetlenül még mindig geci szép. Szóval a Frostbite egyik gondoskodik arról, hogy ez a játék még mindig nagyon szép legyen. De ha egymás mellé rakom az E3-as trailert és ezt, és a tény, hogy a BioWare és az IE esküdözött, hogy nem lesz downgrade-elve az Anthem, az eléggé fura dolgokat eredményezett. Nézzétek csak meg, szóval így nézett ki E3 2017, és így nézett ki ugye a most, a demóval. És ez egy demó, tehát egy játéknak, a kész játéknak egy frakciója. Átrepültek, ugye? Átrepültek ezzel a... Átrepültek ezzel a valamin, ami nem is így néz ki. Utána... Átjött, eljöttek ezen a folyón, azt hiszem, ugye, valahol itt ezen a folyón. Itt változott meg valahol az időjárás. És itt elkezdtek futni előttük állatok, tehát valami olyasmi volt. Ugye? Már két díró, igen, itt volt, ott egy barlang, hogy vigyázz, elmegyünk, és akkor jöttek ide tovább. Hopp, 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 Transport érja. area, what? 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 <laughs> Hülye vagy, bazd meg! Bár lehet ugye, hogyha meg lesz a teljes izé, a teljes gév, akkor arra el lehet majd menni, de vegyük, nézzük meg ezt a helyet. Na most, hogy ezen, ezen, ezen én akkor lepődtem meg igazán, amikor láttam, szememben láttam, hogy tényleg mekkora különbség van a két játék között. Na most a következő, ami visszatarthat attól, hogy ne redded meg az antevet, az csak egyszerűen a türelmed arról, hogy ez egy kifortabb játék legyen. Egy-két mechanika hiányzik a játék,ból például, hogy az interceptornak legyen egy lock screenje, amivel rááll az elemire, és csak azt az elemit üti, amíg az meg nem hal, és ez hiányzik belőle, és így az interceptor például össze-vissza ugrál egy adott ponton, hogyha beultizik, és ez egy, egy félig pedig elpazarult ultit. És Hogyha már itt vagyunk az ultinál, akkor például maguk a, a, az ultik lehetnének egy kicsit erősebbek, és ne csak kombokkal működjenek jól, és hogyha már ott vagyunk, hogy egy ult is, egy ilyen ultivét képesség, és ugye például a kolosszus elkapcsolja ezt a fél atombombát, az, a, a, a sniperem többet sebzett, mint az az atombomba. Biztos vagyok benne, hogy amire eléri a 30 -a szintet, és szerez egy két exotikus epic cuccokat, ez az ulti erősebb lesz. De ha arányaiban erősödik a fegyverekkel, akkor a fegyverem, a sniperem még mindig többet fog sebezni, mint az ultimét képességem. Úgyhogy, ö, nagyon remélem, hogy ez ö, azzal, hogy kijön a teljes gameplay, változik. Szeretném azt érezni, hogy erős vagyok. Nem szeretném azt érezni, hogy ellövök egy atombombát, és meg se karcolom az elemit. Szeretném azt érezni, hogy erősebbek vagyok. Szeretném azt, hogy egy erősebb elemi, legalább egy erősebb elemi megfeküdne attól az ultitól. És ezt jelen pillanatban a Stormon kívül a másik titán nem nagyon tudja előadni. Jó, az Interceptor is azért meg, de nem, nem nagyon tudják előadni. Szóval a, a mechanizmusban egy-két dolog változtatás kell, hogy legyen az, hogy az ember úgy érezze, hogy ezek a, a, a javelinek igen-igen erősek, és nem, és okkal van ott egy ultivét képesség, azért van ott, hogy lezúz azt a tömeget, de ez jelen pillanatban én ezt nem nagyon érzem. Úgyhogy ez, ez lehet egy indok, amiért javaslom, hogy várjál, és nézd meg, hogy hova és hogyan alakul a játék. Részemről mindenképp fogtok látni videókat erről másik, és úgy gondolom, hogy talán fontos dolog, ugye napvilágra került, hogy mi fog kijönni a teljes játékkal. És ez ö, egyelőre, mondhatni olyan egy kicsit, mint amikor a Destiny 2 kijött, Destiny -e semmi fog meg jó lacska, el lehet vele lenni, de van egy olyan érzése, hogy a kórjátékosok játékosok, és hogyha azt tervezett, hogy te hű bele mindent fogsz adni ebbe a játékba, akkor nagyon gyorsan ki fogsz útni a kontentből. Fogunk kapni egy single player nem tudni, hogy milyen hosszú lesz, és fogjuk kapni a free play -t. a free play-en lesznek ilyen world event-ek, mindenképpen, három stronghold-ot fogunk kapni, amiből az egyiket ad demóval kijátszhattuk, ezeket megkapjuk különböző nehézségekben, ugye egészen Gradbuster 3 uh, szintig, és majd 30 szinttől feloldódik a kontraktok, leszek ilyen legendary kontraktok, amiket lehet venni és folyamatosan csinálni az NPC-ktől felvehetett Fort Tarsis-ban. Szóval leegyszerűsítem, single player, 3 uh, három uh, dungeon lesz, és kontraktok, plusz a free play. A freeplay, hát az, hogy a félig bedig játék, ugye, már oda azért jársz, hogy összegyűjts, amit összegyűjts, stb. de, de ha lecsupaszítjuk ezt az egészet, ez egyelőre nem túl sok, meglátjuk, hogy mennyi tartalom lesz ebben a három dologban, mennyire lesz élvezet, mennyire szeretnék újra, és újra, újra, és újra játszani. Ez a pókos küldetés most tarnában, ahol már nagyon-nagyon sokszor végigmentem, uh, rajta, és már egy, ugye kicsit kezd el Elévüli a dolog, de ez is egy ok, amiért azt mondom, hogy várj, ne ruhadj a fejjel a falnak úgy, mint én, és, és még ne rendeld elő a játékot. Szóval vár ki azt, hogy olyan videósok, akik őszintén tudnak hozzáállni a játékhoz, de elfogoltan ítélkeznek róla, és nem IA Game changers a részei, akik pénzt kapnak, ugye. Várki, hogy egy őszinte véleményt formáljanak erről a videóról. Jó magam, én előrendeltem, én okkal rendeltem elő, nekem már elő volt készítve a pénz arra, hogy ezt én előrendelem ezt a játékot én ezt szeretnék vele játszani, meg szeretném adni ennek a játéknak ezt az esélyt, ezért nem sajnálom azt a pénzt, amit félretettem, hogy előrendeljem ezt a játékot, és enne, ebből a szempontból meg, meglátjuk, hogy, hogy fog alakulni, mindenképp foglak titeket update és beszélek a fan részéről is a játéknak, mert azért van neki, amint a különböző apró bagokat, mint például, hogy eltűnnek az elemik, és a többi ki lesznek javítva. Srácok, egy lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet. A következő Addem videóig sziasztok!